Good afternoon, kellemes délután, gyerekek, mindenkinek. Köszöntünk mindenkit szeretettel. Bejöttünk Sarasotába, és megtámadjuk a Szent Armand-t. Meglátjuk, hogy felállították az ez évi új vadonatúj karácsonyfát, a város karácsonyfáját. És hát azt szeretnénk lefilmezni. 286 ezer dollár. Ja. Kettő? 286 ezer. Hát az teljesen ingyen van. Ja. A gyerekek is tovább megy a építkezés, mint látjátok. Folyamatosan építik a szállodákat, apartmenteket. Horribilis összegekért. De a nagy körforgalom az nagyon lassan. Az még várat, hát én megjöttem. Már itt a újat építik. Még ezt föl sem húzták, de már kezdik a újat. Lesz, ha igaz. Hol lesz itt a borzalom? Borzalom, na, most mondd meg. Teljes beton rengeteg lesz itt. Betont a betonra. Elveszti a város azt az igazi... Szép, Florida. Hát azt most így akarják, hogy ilyen legyen. És persze ide jönnek le az emberek, a gazdagok tudnak itt vásárolni. Vásárolni a házakat, lakásokat. Belerakják az ingatlanba, aztán itt vannak 3 hónapot. Megépítik a garázsokat is, garázsházakat. Ez is az itt egyébként baloldalt. Arra is egyet építenek. Csogó glázs épület. Mikor lesz ez kész? Frasz, hogy a hány emeletesek. Ja, még. Hát lassan azért elkészül ez is. Érzed a illatot? Fokhagymát? Ja. Valahol főznek, süttek. Én tudom. Haver, ez tilos voltál. Megfordulhatnak itt? Megfordulhatnak. Meg. Nagy a becsillogás, Jézus Mária. Sokat fogsz látni. Húzd le az ablakok, vagy a napellencét. Őrig pedig szemből van. Én még így is, a napszemüvegbe is bántja a szememet. Párás is. Panni motorra, kettő. Nehogy megy valami. Mi is volt a nevük ezek? Főleg a olaszoknál. Babetta. Ne, Panni, az is az. Panni. Panni motor. Meg a olaszoknál is volt ilyen. Rengeteg. Hát szombaton délután van. Munka után vagyunk, illetve én. Visszajöttünk, mert Évi az, mikor jön haza, ő nem látja. Látni látom, csak nem sötétbe. A kivilágítva. Ja, nem sötétbe. Sose látja, meg se a naplemet és semmit. Ezt legalább egyszer meglássa kivilágítva. Nagyon szépen megcsinálták. Ja. Úgy kéne, hallod, hogy arra jó a beach fele kéne menni, és akkor naplementét le tudjuk filmezni, ha már nem tudom, hogy addig maradunk-e. Majd a régi videó megnézem. Még csak fél
nem jó a fény. Sajnos. Arra szemből, majdnem, hogy... Nézzék a fákat, mit meg... Itt is még ezt sem csinálták meg. Nem tudom, mire várnak? Mire várnak? Nincs pénz. Ki vannak borogatva a fák? Nincs pénz, vagy mi van? Helyre kéne húzni őket. Ja. Visszahúzni, lekarózni, kikötözni, az visszaéled az. Látod, nincs zöld. Majd mi megcsináljuk izéből. Magánszorgalom. Társadalmi közmunka. Tudod, már itt is parkolni kell. Hát most itt megy a ki mit tud, látod, hogy... Mert... Nézd oda. Jönnek be zabálni. Nem tudom, hol fogunk tudni megállni, valahol, nem tudom. És már ez is fizetős parkoló. Ezek már mind fizetősek itt. Mind elmenek ide a mellékutcákba, azt hiszik, hogy ott meg tud állni. Nézd meg, hát nem tud innen látni. Ott van egy parkoló benne. De hát szintén dugig van. Hát ezek mindig azt miért mennek arra? Ezek itt oldalt. Az út széne is tele, is tele, is tele. Hát ott az egy parkoló, egy nagy parkoló plac. Tele van, néztem most, hogy előbb oda néztem. Jönnek kifele onnan. Hát ez most várható. Nem, ez is most volt, ez itt villog. Most ez el fog menni. Oda bemegy. Mm-hmm. Na, ennek szerencséje van, látod? Na, lekapcsolom, mert a legjobb helyen kaptuk. Parkolót. Na, gyere. Megnézzük, hogyan kell fizetni. Évi azt mondta, hogy nem tudja magát kifesteni. Nem, mert olyan probléma, hogy ahhoz, hogy kifessem magam. Látnod is kell valamit. Le kell vegyem a szemüveget, igen. Igaz? Ha most leveszem a szemüveget, és odaállok a tükör elé, nem látom, hogy mit csinálok. Behomályosodik. Ha még fölteszem a szemüveget, akkor meg nem férek oda. Akkor csak a szemüveget oda. Tudod befesteni. Lehet, az se lenne egyébként. Na, olyat nagy. Kell csinálni. Na, vagy nem kell... baj, azért menjünk ide. Először is keresünk egy fagyis helyet. Gyerekek, körülbelül mennyit... Na, nem akarok csúnyán beszélni ilyen szép napon. Mennyit szarakodtunk? Egy 10 percet. Várj. Volt 20 perc? Annyi nem. 10 volt. Annyi volt. Na, volt a legnagyobb, és mondjuk megyünk át, ahol nem kéne. Nem baj. Majd megállok. Majd. Most mehetünk. Szépen. Ezért nézzük meg a piratot. Mert én minden nap elvezetek itt, de... Itt elvezettünk már több ezerszer. De a... Ha? Az a táska, az yes. Jó. Táska. Olvasd el. Vegyük meg. Nem. Olvasd el. Ha? Olvasd el. Hermes. Jó, hogy annyi nyelven beszél? Nem. Olvasd el. Beszélj angolul. Öltöz olaszul. Ja, vezessél németül. Ja. És ne vessél. Adjál csókot franciául, és éljél. Ezért. Ja. Nyugkeleti volt. Keresünk egy fagyis helyet, ugye? Gyerekek, itt nem kell semmi, csak pénz. Csak lóvé. Mondjuk nem törekednek a boltba. Az ékszerűzetben nem törekednek. Kirakják, hogy még azt a leszett el, vannak ilyen muslicák itt. Jó, hogy mit összenyekereg az. Köszönöm.
Hol a fagyos arra? Tudzás kerültsége? Itt is van, a sarkon is van egy. Milyen nagy? Sarkon is van egy fagyis. Kár volt, tegyünk otthon. Te ettél? Ha? Ettél mielőtt? Persze. Akkor jó. Pürét, meg azt a pasírtot. Akkor megnyugodtam. Na, itt kellett volna. Ha? Akkor megnyugodtam. Itt kellett volna kajálni valahol. Mert én megtaláltam magam, én úgyse tudnék enni. Na hol a fagy is? Várjál. Van itt egy, oh. Van ott, van itt a sark. Várjál. Hú, oda nézd, mekkora borostyán. Mekkora ember. Mi? Ja. Kiszolt kövek. Ez az ember, a borostyán. Borostyán. Oda néz a karkötőn, és mekkora. Ezek a fékek, ezt láttam, hogy csinálják. Egyik videót. Hála? Olyan olcsó, hogy ezeket ingyen. Láttam, ahogy csinálják. Ingyen adják, mert nincs rajta ár. Szépek. Wow. Ja, amelyen. De itt le tud szűrni, de nem oda beülni. Jaj. Akarsz? Vegyél itt vagy Bacot. Jaj. Tegyed tele azt az hat. Fizetni. De miért tesz a pisztáciát? No, mango and strawberry. Gyümölcsös. Igen, mango and strawberry. Nem volti fagyi, ez nagyon jó. Ez ugye jó a fagyi, nagyon. Ez érzed, hogy mangót eszel, meg strawberry. Mm. Olyan, mint a gyümölcsöt enni. Nagyon finom. Ó, oh, nem tudom, miért tartod. Én egy dézsával vettem. Annyit adnak, hogy csak győzed megenni. Kész torokfájás. A szalettát hozhatunk volna többet. Van a táskámba. Van. De jó. Jaj, de finom. Ennekkel szép nyugodtan. Előcsörgünk. Mindig. Jövök dolgozni, gyerekek, itt megyünk el, itt ezen a úton. Minden nap, az utóbbi, mit tudom én már hány évben. Hát csak 13 évet voltam a izén, de meg 30-at, majdnem, ugye? Na jó. Tehát kérdezően hányszor eljöttünk itt. Ja, már jó pár szóval, a kocsi magától eltalál. Ja. Szóval mindig nézem, itt ülnek az emberek, esznek, isznak, fagyiznak. Mm. Emlékeztek a Árti féle videóra? Az egyik videóra? Ártiukkal. Oh, tudjátok, hogy így csináltak velünk riportot az Ártiéknek. Motors? Ők is bejöttek egyszer ide. Ők ott ültek, ott ahol Ordizsdarra, ahol majd ha eljöttek ezek család, úgyse látod a helyet. Nyam, nyam. Ők bejöttek egyszer a szakállóba. Ez a daiquiri bar. Itt filmeztek ők is. Ugyanitt, ahol mi vagyunk most. Ralph Bar, az a neve, Daiquiri. Daiquiribe. Na jó van, ezt a Range Rover-t majd mi a fele? Elcseréljük a mi a gyerekek, szép kis autók. Évi ki akart menni a beachre. Ja, tehát mindjárt megy le a nap, majd le lehetett volna fényképezni, filmezni. Kocsival. No. Ott az a rendőrnő, aki szedi össze az étbüntetést, vagy mi?
Hol? Azzal a három kerekűvel? Ja, ja, ő ellenőrzi, hogy igen? Be van-e fizetve. A sticker szöget? Ja, ja. Itt vannak ezek a... Itt el lehet vinni. Ott rakod le, ahol akarod. Ha? Megyünk a butyúba? Figyeld ezt a forgalmat. Gyerekek, ez a vár, ez kinőtte a város maga. Nézd meg ott is. Nézd oda, onnan. Ja, most már ez lesz. Emlékszel 30 éve, hogy kijöttünk itt, körülbelül, mi volt? Körülbelül áprilisig ez lesz. Sajnos. Szabad helyek voltak. Parkolók ilyenkor. Nem. Kinőtte a város, túl híres lett. Rengetegen jöttek. Rengetegen leköltöztek ide. És hát ez a eredmény, jó sok turista, és ez a vége, hogy na de most már végre itt kihasználják ezt a területet. Még korán van, nem? A butyusok itt vannak. Pangás. Na itt van, senki itt van egy kis élet, itt görkoriznak valahol. Ja, ott abban a ringben. Ja. Mert te hova lovagoltok? Már nem ilyen, nem kell lovagolni nektek te. Nem ilyen lovon. Jumpy place. Nem tudtam kintről, hogy ez milyen. Be lehet ide menni? Jumping house. Na, mondd el a szisztémát, hogyan hát, van. Teljesen... QR kód, vagy hogy mondják? QR code. Szóval így készpénz. Le kell szkenolni a telefonnal azt a kódot. Ja. És... Kreditkártyáról befizeted? Kreditkártyával befizetsz $10, ha korcsolyázni akarsz, akkor $20. És amikor idejössz, akkor meg kell mutatni a telefonodon ezt, ezt a kódot. Kapsz egy karkötőt. Ja, és akkor bemehetsz. Ja. Tehát $15 bánja. Na jó van, hát. Na itt a vonat. Ha akarsz, Szofival bejössz holnap, jó? Ez egy kis vonat. Rendesen izével ment, hallod? Szénnel. Hú, de büdös volt. Szénnel, ilyen gőzmozdony vagy mi. Milyen büdös volt már. Hát ez már ilyen... Ilyen... Megy a hó, és csinálsz fényképet. Előkarácsony. Szoktatok nézni, gyerekek, otthon ilyen, mert Évi most folyamatosan ilyeneket néz, ilyen karácsonyi filmeket. Ja, olyan szép. És a lényeg, hogy ez a nyugalom.
Még valami zenekar is van. Erre mondták, hogy elveszi a figyelmet. Mit a vezetők. Ahogyan már? Meg ahogy ez a vonat elveszi azért a járdát a járók előtt. Dehogy veszi el. Most kit zavar az, hogy ez itt megy? Sőt, de egyáltalán nem zavar. Nem csak vannak mindig, akik kákár is komoz, azt keresik a csomót. Ha nem gőz mozza, az itt nem gőz mozza. És minden szarba belekötnek. Na. Ugye ez ilyen karácsony előtti dolog? Január 3-ig itt leszek. Igen? Olyan. Na még zene is lesz, ha igaz. Majd lassan érvényesülnek a fények. Meddig vagyunk? Várunk. Meddig vagyunk? Jó, 6-18. Na itt van, szaraszott a karácsony fája, gyerekek. Szép nagy. Ez műanyag? Műkarácsony? Mennyit mondtál, hogy kerbe? Ez van új? 268 000 dollár. Én nehezen hiszem el. Ha? Mi került ezen annyiba? Borzasztó. Ez itt a útkor volt az a vihar, lecsapta a tetejét, de valahogy megcsinálták. De valahogy úgy jó. Nem jó néz ki. Hallod? Ja, egy kicsit olyan... Kicsit nincs a helyén. Meg a csillagok is néznek, ja, nem egyforma. Ott kilógnak. Meg nem olyan szép egyenes, ja. Tudod, ahogy... Igen. Ja, a hurikánnak a... Szerintem így kéne mondják, hagyni. Minek mondják, emléke? Így kéne hagyni, nem? Memento. Még itt hagyták a hurikánból. De miért nem tudták elpucolni? Itt szoktak lenni azok a énekesek, emléksz, hogy mindig beállnak ezekbe a közökbe? Ja, most ott hegedül a másikba. Ja. Na, ballagunk arra fel, aztán? Erre. Erre jobbra, aztán. Majd meglátjuk. Ott a túl, ennek a karácsonyfa túloldalán ott a pad. Oda le kell ülni, csinálsz róla egy képet, jó? Jó. Lesz valami zene is, úgy látom. Hát Sophie nincs itten, ugye? Miért nincs itt? Ha? Úton vannak hazafele. Mert úton vannak. Fele úton körülbelül. Indianából. Holnap dél körül, kora délután érnek haza. Na. Ott a pad, oda leülünk. Hol a pad? Mi? Ja, ez a pad. Uh-huh. Én tudok képet csinálni ezzel is. Na, de én telefon, az. Nem baj, enyémmel is csinálja. Oda leülök, és akkor csinálsz egy képet, jó? Na. Addig ezt megfogom. Addig. Akkor vagy kapcsolod le. Nyom meg egy párszor, azt majd, ami észre lesz, azt letörlöm. Oh my goodness, oh my god, oh my god. Csináljál egy párot, jó? Sokan fotózkodnak itt. Esteledik a faluba. Ez a leghíresebb, egyben a legnagyobb. Jól mondom? A restaurant itt a környéken. Kolumbia. A legöregebb is. Meg a legöregebb is, igen. Nem tudom hány száz férőhely. Kolumbia az van egy ilyen, ez egy ilyen láncolat. Ja. Van tempában. Igen. Itt mindig sokan vannak, mindig. Tulajdonképpen a langbót kit, akik bejönnek, azok mindig kajálnak. Többnyire.
akik bejönnek a szigetről erre a sziget. Ez is egy szigeten van egyébként. Na, talán lesz valami kis zene is. Ott a sárga Lamborghini. Lamborghini, Ferrari, a franc, ugye? Na, ez nem Ferrari, az nem így néz ki. Majd megnézzük közelről, jó? Milyen autó? Drága autó. A drága. Erről kérdezem a Évitől. Mi van akkor, ha valakinek pisárnia kell? Tegyük fel. Aztán azt mondja Évi, hát akkor bajba vagy. Ugye? Azt mondtad. Erre ide nézünk. Hát itt van, itt a klotyó. Itt van mi. Ez a WC. A gyerekek, esti fények, lassan, most már előjöttek, szép. Több emberre számítottam, hogy lesz. Na, én nem igen tudja. De a restaurant ott, mi az a Venice? Venezia. Az foglalt. Kolumbiánál sincsenek sokan, te. Na, hogy van ez? Mi van? Na? Holt idő van? Mi? Kocsi van annyi, mint a rosszabb. Jaj, hallgattunk így jazzzenét, igaz? Na, mi van, csajok? Mi van a szarvassal? Mi van? Jingle bell, jingle all the way. És már megyünk a... Ezt a szőkehajúnak. Nagyon ja. Szép hangja van. Igen? Jaj, nagyon szép. Right. Good evening. No. Lesz. Olyan. Még fiatal. Ez még fiatal kutya. Na, gyerekek, megkeressük a kocsinkat. De... Ja, úgy kell egy fütyülni egyet, és jönne ide a kocsi. Ja, ide be tudná állni. Ide. Na, Knight Rider. Ja. Hát remélem, hogy nem egy nagy etvasz, ugye ez az egész videó, de... Milyen szép most már az a fény. Nézd itt a troli. Troli! De azért remélem tetszett. Kis érdekesség. Fagyi hely, ez a olasz. Mikulás hely. Mindegy, amit mi fagyit ettünk, az nagyon jó volt. Nagyon finom volt, ja. Mi volt? Koreai? Tájföldi. Tájföldi fagylalt volt. Ez a kocsma. Gyerekek, ez itt egy kocsma. Szép meg a fölülsz, és addig iszol. Amíg látod a tévét. Még le nem esel. Étterem és kocsma együtt. Na, most itt átmehetünk? Szerencsére mi éhesek nem vagyunk. Sőt, majdnem is ő vagyok fújódva. Most várunk. Nincs itt az a fiatal srác, aki... Na, mehet így? Várjál, majd ő itt. Majd...
szokott zenélni, az is. Na gyerekek, ez az a étterem, amiről beszéltem. Nézzetek oda, mennyien vannak. Borzasztó. És ez elmegy, ez a étterem egész oda végéig, egész idáig, és még a emelet is ott van. És hazaérkeztünk. Megjöttünk. Most miért nem megy el? Gyere. Mert egyenest akar menni biztos. Én meg pont beállt elém. Yes. Jó, stop. Jó. Meg fordulunk, jobbról kell figyeljünk. Hát az figyeljé, mert én nem látok innen. Csak csurogjál ki. Ahol. Várjál, hát ha így csurogjál, hogy csurogjál. Most már ne. Elsőbséget kell adjak neki. Ja, de nem látni a kocsiktól, hát, hogy... Na majd most. Hát csak nem nyit azért... Hát? Csak nem oltották fel a karácsonyfát. Nem. Nem. Hát, nem szép dolog azért. Még korai, nem? Dehogy is, ha már... Szerintem most már lehet meg... Ezt vedd le, ez micsoda itt? Ah, ez egy Corvette. Corvette. Gyönyörű. Ez a új Corvette. Na. De szép volt. Nézzük, milyen szép. Igen, sokkal Connecticut. Szebb. Sokkal szebb ez a... Connecticut. Itt tele van mindenféle északi... Ez mi ez itt? Ez Floridai véletlenül. Az ideges, mit tudom, mit ezt csinál itt. Azért a 4-500 dollárt megcsinálja egy este. Azzal a nyivák hegedűjével. Ja. Most ez nem lesz baj, hogy az bele hallatszik? Nem, ennyi aztán nem. Ki sem lehet venni. Ah, de szépen játszik. Az lehet. Szép hangosan. A világ is, hogy erre filmezzél egy kicsit. Szép. De valahogy lehettek volna bele több szint, nem? Ha? Nem csak a fehéret. Nem úgy jó. Ám még itt is teljesen megcsinálva a teljes karácsonyi világítások még hátra vannak. Ja, itt ezek. Azokon a nagy oszlopokon is szoktak kitenni. Meg ilyen nagy izék lógnak le, meg ezek a pálmák is be szoktak lenni tekerve. De. Meg lógnak le ilyen, mint a pajzs olyanok, tehát ilyen nagy oszlopok. Ja. Még nincs kész ez. Jó, jó, nem? Ja. Mondom, Évinek nem bántad meg, hogy bejöttünk? Aztán nem. Akkor jó. Kicsit nézelődtünk. Én sokszor látom így sötétbe ezt a részt, mert... Ugye... Majd nem tudom, hogy áll a malnak a ja, majd oda is elmegyünk. Az na most itt van ez a... Nagyon szép belevágtam a szabadba. Ez a sárga kocsi ott van jobbra. Most próbáld kivenni, hogy mi az? Corvette ez is. Ez is Corvette? Igen. Ja. Nézd meg és bejön. Nézd meg! Itt tőlem jobbra ez a fehér. Corvette. Ez is Corvette. Ez már át van alakítva, eredetileg nem ilyen. Akkor ez a narancssárga, az mi lehetett? Lamborghini? Lehet. Nincs már itt. Most már vissza nem menj arra. Valahol itt át, hát, balra.
És de elég a karácsony. Nem látották fel. Pedig ez jó lett volna. A nagyfa. Ja. Azt hiszem december 2-án lesz a fa. Amikor felolták? Én nézed a fáról, hogy jönnek a szék? Ja, ja. Az égők. Az ilyen spirálos. Jaj. Azért olyan. De jó. Hát lehet ilyet venni. Hát hamarosan itt most elköszönünk, mert majdnem nem fogsz látni semmit. Kiértünk a Szentárbamból. És kér, mindulás haza. De jól nézed el? Indulunk haza. 15 perc, és ott van vagyunk. Hát jó éjszakát! Sziasztok! Remélem, hogy tetszettek a felvételek. Na, itthon vagyunk, megjöttünk, és hát szeretnénk megmutatni a Évinek az adventi, amit elkezdtünk, hogy majd ő összeragazgatja. Ez lett belőle. Igen. De még hiányzik róla az égő, majd azt körbe tekerem égővel. Micsodát? Égő. Meg valami szallag is. Égő lámpa, meg egy-két zöld, talán egy-két, de lehet, hogy nem teszek már bele. Ja. De égővel körbe tekerem, ilyen pici apró égőkkel, és akkor az ajtóra föl lesz ragasztva. A bejárati ajtóra, ugye? Ja. Ja. Hát ez lett belőle. Jó lett szerintem, nagyon szép. Úgy rá vannak ragasztva. De világítás is lesz rajta, ugye? Azt mondom, ja. Égőkkel körbe tekerem. Ja. Szóval, de fenyőgal semmi, az ott van az a... Nem kell szerintem. Nem kell bonyolítani. Na gyerekek, így sikerült. Ez hát ilyen szép. Modern. Nagyon szép. Jó, hát ez egy ilyen videó volt. Köszönöm, hogy végignéztétek. Remélem tetszett. Na most már ugye a karácsonyi hangulat kezd megjönni. Még a pulykanap nincs elpakolva. Szofinak már mennyi adventi szíja van. Ja, adventi dolgok. Ezt én vettem, ezeket meg úgy kaptuk. Ja. Ahogy az mit tele van csokival? Ja. Csoki, ezek, de meg ilyen kis üszék vannak, ilyen kis állatkák. Ja, készülődünk az adventra, gyerekek. Majd most már a pulyka díszek elpakolásra kerülnek, és akkor a Évi átrendezi a lakást, jön a karácsonyfa, ilyesmi szép lassan. Hát az nagyon lassan lesz, mert egyszerre, mert sok. December 2-től van advent? Elsőjétől kell elkezdeni azokat. Ja. De mi a fene? Ja, és én akkor a viszítést, azt majd... Szépen az egész lakás át fog alakulni karácsonyi díszítéssel, és stb. Terítők, és minden hangulatosra. Koko, egyen meg a pofádat azt. Ő is. Most vacsorázott. Késett a vacsorája, másfél órát. Szegény már éhes volt. De azért bepótolta. Bepótolta, biztos. Gyerekek, köszönöm, hogy végignéztétek, remélem tetszett. Ha igen, akkor kérem a lájkokat, és hát hamarosan jelentkezünk. Még holnap van egy műszakom, aztán már valami főzés is lesz. Addig is maradunk tisztelettel, Jani bácsi, Floridából. Bye-bye.